Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai beszélgetésünk apropója, hogy megnyílt az elmúlt héten a Székesfehérvári Művészek Társaságának hagyományos téli tárlata, ami egyben vásár is, és rendhagyó módon Cserpakovics András polgármester nyitotta be. Nos, polgármester úr egy bejelentéssel élt, ott a Művészek Társaságának, illetve a látogatóknak is elmondta, hogy Szűcs Angélát bízta meg művészeti tanácsadóként, hogy a közeljövőben segítse az önkormányzat képzőművészettel kapcsolatos terveit, munkáját, illetve azok megvalósítását. Vendégem pedig természetesen Szűcs Angéla képzőművész. Szervusz Angéla! Meglepett ez a felkérés? Nem lepett meg, egy kicsit én elébe mentem a dolognak, a polgármester úrnak egy jó 3/4 évvel ezelőtt írtam egy levelet, amiben kicsit munkát is kerestem, vagy felajánlottam magamat, hogy tudnék segíteni művészeti témákban, és kaptam rá egy találkozási időpontot, amikor felkért, vagy javasolta, hogy szívesen dolgozna velem együtt. Ennek előzménye az, hogy már 3 évvel előtte mi elkezdtünk közösen úgymond dolgozni azon, hogy a Fehérvári Művészek Társasága és a hivatal és a polgármester úrnak az ötletei valahogy kapcsolódjanak, egy kisebb csapattal többször voltunk nála megbeszélésen, beszélgetésen, és én azt gondolom, hogy ekközben kialakult az, hogy valahogy hogy értjük egymást, tudunk kommunikálni az ő elvárásai, igényei, kérdései, én értem, látom, hallom, tudok rá válaszolni, és amikor 3/4 évvel ezelőtt újra felkerestem, akkor én azt gondolom, hogy akkor fogalmazódhatott meg benne, ezt így nem tudom, de hogy lehet, hogy tudnánk együtt dolgozni. És akkor leültünk megbeszélni, hogy őt a város részéről milyen művészeti témákkal, problémákkal keresik meg, és hogy én tudnék ebben neki segíteni, vagy tanácsot adni. És így kezdődött az egész. Tehát ez a történet, amikor Igen. A tervből az eshetőségből Igen. valóság lett. Ahhoz azonban, hogy miként jutottál el eddig, azért meg kell, hogy ismerkedjünk a művészi pályafutásoddal is. Ugye Pécset végeztél a Tudományegyetem művészeti karán, mint rajz-vizuális nevelő tanári szakon, illetve festőszakon, és azt is tudjuk, hogy számtalan kiállításod volt itt. Közös tárlatok, illetve én azt gondolom, hogy egy nagyszerű kezdeményezésnek is része voltál, amikor két kolléganőddel együtt egy tábort szerveztetek. Tehát az is egy nagyszerű gondolat volt. És a régi levelek tárlatot néztem én magam is, és engedd meg, hogy felolvassam azt a véleményt, egy szakavatott tárlatlátogató véleménye, ami a pályádról szól, hiszen ez fontos adalék ahhoz, amiről beszélgetünk, hogy Szűcs Angéla pályát az értékekhez való visszatalálás és a mód határozza meg, mind az alkotói szemlélet, mind a formai, technikai megoldások tekintetében. Ugye ez a régi levelekről írják, és hozzáteszi, hogy emlékeztet a gyermekkorra, régi történetekre, mesékre, az élet körforgására, az elmúlásra és az alkotásban való továbbélésre. Ebben az alkotásban való továbbélésbe kapaszkodnék bele, hiszen én azt gondolom, hogy valamennyi kiállításodon és a gyermekekkel való foglalatosságodon is meglátszik az értékőrző tevékenység. Ez fontos számodra a művészi pályafutásodban? Természetesen fontos, de ez utólag jön ki, hogy amikor alkotok, vagy amikor csinálok valamit, akkor én magamat rakom bele, és ugye a nézők azok, amik ők értelmezik valahogyan, vagy látják valahogyan az én alkotásaimat. Természetesen nagyon sokszor átfedés van, de tapasztaltam már azt, hogy egy más nézőpontból
láttak ők engem, vagy más láttak a munkáimban, mint amit én beleraktam, én ezt izgalmasnak tartom, és nyitott vagyok arra, hogy különböző véleményeket, meglátásokat tegyek magamévá. Miként választottál alkotói stílust, alkotói utat magadnak? Hát Pécsen az egyetemen festőszakra vettek fel, de én grafikusra mentem. Érdekelt a technika és a kísérletezés a különböző technikákkal. És akkor közben festettem is, és valahogy az egésznek a kapcsolódása egy egyetemi feladat során a művészkönyvet találtam meg, vagy valahogy így, vagy megtaláltuk egymást, és onnantól már nagyon jelentős volt a munkáimban a művészkönyv, és a diplomamunkám is művészkönyvből készült, és itt meg nagyon érdekes volt, hogy a fehérvári kapcsolódás. Én akkor még nem tudtam, hogy Fehérváron ennyire komolyan foglalkoznak művészkönyvekkel. Úgyhogy végülis Kovalovszky Mártát kértem meg, hogy ő volt a konzulensem a diplomamunkám írása során. És amit rendeztek itt művészkönyv kiállítást, ott végülis állítottak is ki könyvemet, vagyis hogy én állítottam ki könyvemet, és a múzeum el is rakta, úgyhogy volt, hogy az osztállyal mentünk az Új Magyar Képtárba, és ott találkoztunk a gyerekekkel az előtte évekkel előtte kiállított könyvemmel, nagy meglepetés volt. Úgyhogy már kiderült, hogy már Pécsen kapcsolódtam Fehérvárhoz. Tehát a képzőművészet és az oktatás az mindig kapcsolódott az életedben igen, egymáshoz, igen. És ez elválasztatatlan. Igen. Tanárként, most már mondhatom, hogy minden korosztállyal foglalkoztam, vagy pedagógusként, hogy óvodástól elkezdve felnőttekig, és fogyatékkal élő gyerekekkel is, úgyhogy tényleg mindenhol mindenkivel, és jelenleg most múzeumpedagógusként dolgozom. Sokan azt mondják, hogy a tehetség és a szorgalom kézen fogva jár, az a jó. Én meg azt mondom, hogy egy kicsit olyan, mint a szépség és a szörnyeteg. Nagyon sok képzőművészt ismerek, aki, ne adj Isten, azt mondom, hogy nagyon-nagyon lusta. Rólad tudjuk, hogy azért rendszeresen dolgozol, tehát alkotsz. De mennyire fontos a tehetség? Te miként látod ezt? Hát szerintem fontos a tehetség, hogy az a kis spiritus, az a kis többlet, ami benne kell lenni, az valahogy belülről jön. Fontos persze az is, hogy rendszeresen benne legyen valaki ebbe az alkotó folyamatba. Biztos a gyakorlat is fontos, de az, hogy belemélyedjen, hogy benne legyen, hogy így gondolkodjon, vagy a gondolatait, érzéseit ezen keresztül továbbítsa, ez én fontosnak tartom. És a hit, az önmagában való hit, tehát a művészi elképzeléseikben, illetve annak megvalósításában abba vetett hit, az mennyire kiemelten fontos? Biztos a hit, meg az önmegvalósítás, vagy az önkifejezés, az önkifejezés fontos. Az, hogyha így belegondolok, hogy művész, most rám vonatkoztatjuk a kérdést? Rád is, de azt mondjuk, hogy neked azért van rálátásod, kitekintésed, hogy általában miként működik ez a művészeknél. Én azért ismerek olyan művészt, aki nagyon kevés önbizalommal rendelkezik, és nem is biztos, hogy tudja, hogy mennyire szól a közönséghez, hogy ő nincs tudatában, vagy nem is... Nem az hajtja, hanem ez egy saját belső hajtóerő. Én el tudom képzelni, hogy egy kicsit ez is a feladatom ebben a posztban, amit kapok, hogy olyan művészeknek segíteni, olyan, vagy kikommunikálni, a kommunikációt segíteni, ami neki nincs, vagy a művészethez nem kell, de ahhoz, hogy mondjuk város fele nyisson, vagy a világ fele nyisson, vagy igényeket megfogalmazzon, amit tud adni a város, ahhoz, hogy ő mondjuk kiteljesedjen, vagy nagyobb teret kapjon. Én azt gondolom, hogy ebben én tudok segíteni. Vagy. Hidestúva másfél évtizede vagy tagja a Székesfehérvári Művészek Társaságának.
ez a társaság örök, legalábbis számomra, az én korosztályom számára, hiszen megéltük a megalakulásától jószerivel a mai időszakig. Azok a fiatal tehetségek immáron középkorúak, vagy annyi idősek, mint én magam, és jött egy új generáció, meg még egy új generáció. Mennyit változott a művészet Székesfehérváron? Kiteljesedtek-e azok a tehetségek, akikről annak idején azt mondtuk, hogy határa csillagos ég? Hát ugye most ünnepeltük a 25 éves születésnapot, én 13 éve, direkt megnéztem, mielőtt eljöttem, 13 éve lettem tagja. Abból 5 évet gyes miatt passzív állapotban voltam jelen. Változó, hogy nagyon sokan jöttek, mentek, hogy van, aki elment, valaki jött, van, aki azért ment el, mert rájött, hogy nem tud társaságban dolgozni, vagy nem csapatjátékos. Én azt gondolom, hogy ez is érthető és elfogadható. Sok új fiatal jött, de sok kismamánk lett közben, aki jött, de igazából nem aktív. Úgyhogy nagyon mozgalmas és változatos a névsor. Hogy kiteljesedtek-e? Hát én nem, ezt tőlük kell megkérdezni, hogy ők hogy érzik, hogy ők mit ér, mert hogy mindenkinek más a kiteljesedés. Valakinek saját maga előtt egy önálló kiállítás, vagy egy nagy kiállítás, mondjuk a múzeumba bejutni, és ott egy csokképtárba, vagy az országzászló téren kiállítani. Lehet, hogy valaki ezt tűzte ki célul, és ha megvolt, akkor ő úgy érzi, hogy kiteljesedett. De van olyan fiatal, akinek kicsi a város, kicsi Fehérvár, kicsi Budapest, és európai kiállító terekbe szeretne menni, és el is jutott, és neki meg az a kiteljesedés, úgyhogy én nem tudom, igen, nem de, tudok erre így válaszolni. Válasz. No, akkor megérkeztünk most a felkéréshez. Tehát ugye a felkérésről ugye beszéltünk, hogy volt egy felvetésed, majd ezt követően immáron hivatalosan is mondhatjuk, hogy művészeti tanácsadóként segített Cserpakovics András polgármestert. Mi az elsődleges feladatod? Ez nehezen meghatározható, a tanácsadás mikéntje. Az elsődleges feladatom, én úgy érzem, hogy ez egy képlékeny dolog. Polgármester úrhoz nagyon sok olyan témában érkezett be kérdés, amire ő úgy gondolta, hogy nem kompetens, vagy ez nem az ő tudásköre, vagy feladatköre erre válaszolni, viszont szüksége van olyan szakvéleményre, vagy szakértőre, aki ebben segít neki. Én azt gondolom, hogy ez volt az elsődleges, a másik meg az, hogy ő úgy érzékelte, hogy a művészeknek lenne igényük, lenne kicsit elvárásuk, vagy ötleteik, de nem mondják, hogy nincs meg az a kapcsolat, ami egy olyan ember, aki ezt segíti, ennek a kommunikációját, hogy a város részéről mire is lenne szükség egy művésznek. Nehéz dolog középen állni. Tehát egyik oldalon nyilvánvaló, hogy a művészek társaságának a képzőművész az egyén és a csoport is valamiféle elvárással bír veled szemben. Tehát megfogalmaz álmokat, vágyakat, vagy nagyon is valóságos történeteket. A másik oldalról pedig az önkormányzat, tehát jelesül a polgármesternek, te ezt tolmácsolod, és a polgármester pedig elmondja, hogy ez mennyire megvalósítható. Tehát középen vagy azzal a felvértezett szakmai tudással, amivel rendelkezel? Ennek a középnek a negatívumait egyelőre nem tapasztaltam, hogy lehetséges, hogy középen vagyok, de nem úgy vagyok középen, hogy ez támadás vagy valamiféle probléma lenne, hanem inkább a kommunikáció áramlását segítőképpen vagyok középen, hogy a két oldalt segítem, segítem a kapcsolódást. Úgyhogy én nem is középen vagyok, hanem egy metszedben. Ennek tükrében hogy áll most a képzőművészet például Székesfehérváron? Tehát mi kiállításlátogatók, vagy arról írók, tudósítók, azt látjuk, hogy meglehetősen sok olyan tárlat nyílik, ami tetszik nekünk,
kell még több? Vannak olyan művészek esetleg, akik méltatlanul keveset szerepelnek, vagy erről csak ők tehetnek? Tehát lehet-e segíteni, hogy egy egységet lássunk, amit mi egyébként nem is tudjuk, hogy mi az az egység, halljuk meg? Azt gondolom, hogy ez nem az én köröm lesz majd, hogy ebbe beleszóljak, vagy ezt véleményezzem. Ennek megvan a szakértőjük, múzeumvezetés, művészettörténészek, akik erre rálátnak és döntenek. Egyelőre polgármester úr olyan kérdésekkel, kérésekkel keresett meg engem, ami beérkezett hozzá, és véleményezzen, mondjak róla ötletet, megvalósítási tervet, amit ő tovább tud gondolni, vagy tovább tud vinni. De ugye ez még, ez az egész státusz nyár végével indult, úgyhogy most indul be, most rajzolódik ki pontosan, hogy mire is van szükség, és én azt gondolom, hogy amire szükség van, ahhoz fog igazodni ez a poszt, ez a státusz, hogy még folyamatban van az egésznek a kialakulása, és én is nyitott vagyok arra, hogy alakuljak annak megfelelően, ami az igény lesz. És természetesen addig tudok alakulni, ameddig ez nekem jó és belefér. Tehát az alkotói szabadság nem csorbul, ezt megállapíthatjuk egyik oldalról. A másik oldalról pedig nyilvánvaló, hogy azért vannak elvárásaik a művészeknek, és van az önkormányzatnak is. Tehát az elsődleges feladat, hogy ez a kettő találkozzék. Igen, ez az én legalábbis ezt érzem feladatnak, mert én azt gondolom, hogy nagyon sokszor találkozik, nagyon minimális a különbség, és vagy az, ami elmegy mondjuk egymás mellett, és hogy ezek a dolgok fontosak, vagy kinek fontos, vagy csak egyszer nem volt tere annak, hogy ezt letisztázódjon, vagy megbeszélésre kerüljön. Én azt gondolom, hogy a város nagyon nyitott, és nagyon lelkes, és nagyon várakozó a művészek irányába. Én annak idején azt mondtam polgármester úrnak, hogy nem ez az, ők nem beszélnek, ők nem a beszéd az elsődleges tere egy művésznek, de ha megkérdezik a véleményüket, akkor van. És én azt gondolom, hogy én leszek az, aki elmondja ezeket a véleményeket. No, ilyenkor mit szokás kívánni? Van egyébként olyan kiemelt feladat, ami most a válladat nyomja, és gondolkodnod kell rajta? Ami megosztható? A vállamat nem nyomja semmi, mert nagyon izgalmasnak és kreatívnak gondolom ezt a szituációt, amiben én most vagyok. Az agócsmalommal kapcsolatban egyre jobban az rajzolódik ki, hogy van egy olyan kisebb tér, ami műteremként funkcionálhat művészeknek, és én azt a visszajelzést kaptam a művészektől, hogy egyre többen érdeklődnek a műterem iránt, és akik érdeklődnek a műterem iránt, ők meg nyitottak a város fele, hogy akár valamilyen nyitott műhely, valami foglalkoztató, hogy ha már a város ennyire megtámogatja őket, akkor ők is valahogy beleszólnak a város művészeti arculat alakítás, ízlés alakítás vagy bemutatásba. Úgyhogy most ez az elsődleges, ami fel kell mérnem, hogy a művészeknek milyen igényük van ezzel a térrel kapcsolatban, ezt kell majd a város fele kommunikálnom, és akkor össze kell majd hoznom az építő és a művész gárdát, hogy ott a helyszínen is lebeszéljük, hogy hogy is alakuljon ez a dolog. Úgyhogy nagyon én izgalmasnak érzem, nem? Az is érdeklődéssel várjuk. Nos, hát én akkor azt kívánom, hogy valósítsd meg egyik oldalról a művészi elképzeléseidet, másik oldalról mindannyiunk érdekében azt, amit a köz, tehát ebben az értelemben az önkormányzat és a művészeket összekapcsolhatja. Úgyhogy lesz dolgod bőven, nincs kétségem felőle. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Szűcs Angéla, a Székesfehérvár művészeti tanácsadója volt a vendégem, és kérem, hogy ne feledjék önök sem, hogy nyitva van a téli tárlat, amely nem csak a Székesfehérvári Művészek Társaságának tagjainak nagyszerű alkotásait gyűjti csokorba, hanem ez vásár is. Úgyhogy még nem késő, vásároljanak, csodálják meg az alkotásokat. Minden jót kívánok, viszontlátásra!